Hello emberek! Tehát a 30. fejezet úgy folytatódik, hogy valami idióta oltárt csinálnak már megint, ami majd füstölőszert fognak égetni. Kihagyhatjuk. Azután szólt az Úr Mózesnek, hogy mikor Izrael fiai fejénként, tehát amikor népszámlálást csinálsz, adja meg kiki életének váltságát az Úrnak az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtuk az ő megszámláltatásuk miatt. Ezt adja mindaz, aki átesik a számláláson fél siklus, a szent siklus szerint, egy siklus 20 géra, nem tudom mi az a géra, hiába mondod, írdod a bazd meg hány kiló, vagy gram, vagy tudja a faszom. Tehát mindenki ugyanannyit ad, és szed be, és kész, ennyi. Aki meg van számolva, az adja be. Ez egyébként majd fontos lesz sok-sok-sok könyvvel később. Azután csináljátok meg egy vízmedencét, ami legyen részből, és víz legyen benne. Hogy Áron és fiai, tehát a papok, abban mossák meg kezéket és lábaikat. Amikor egy gyülekezet sátorába mennek, mosakodjanak meg a vízbe, hogy meg ne haljanak. Újabb bizonyíték, hogy nem létezik Isten. Mert hogyha ez létezne, akkor minden alkalommal, amikor a pap, vagy tudja faszom, de akár egy gyülekezet, bemegy abba a kurva templomba, meg kéne dögöljenek, mert nem mosták meg a lábukat. Valószínűleg a kezüket sem. Ez a szentelt víztartó feltétel, ez nem arra van, de nem szabadna létezni a papnak, már mind meg kellett volna halljon. Aztán valami kenőcsöt raknak össze, nem érdekel. Aztán valami füstölőszert raknak össze, nem érdekel. Egyébként elolvastam ezeket előre azért, hogy tudjam, hogy mi az, amit föl kell olvasnom, és mi az, amit kihagyhatok. Aki kíváncsi rá, az magának el tudja olvasni. És szólt az Úr Mózesnek mondván, íme név szerint meghívtam Bésáját, a Húr fiának, Urinak fiát, a Júda nemzetségéből, és betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni. Tehát fémművesség. Jó. És foglalóköveket metszeni, fát faragni és mindenféle munkát végezni. Ács. Azért kemény, ha egy valakinek kell az egészet csinálni, de mindegy. És íme Abonidábot is Aksz-Dengelzelnek fiát Dán nemzetségéből. És adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit néked megparancsoltam. A gyülekezet sátorát, a bizonyságládáját, a fölibe való fedelet, sátornak minden edényét, az asztalt és annak edényeit, a tiszta gyertyatartót és minden hozzávalót és a füstölőoltárt, az egészen égő áldozat oltárát és annak minden edényét, a mosdómedencét és annak lábait, a szolgálathoz való ruhákat Áron papnak szerint, a szent öltözékeit és az ő fiainek öltözeteit, a papi szolgálatra, a kenetnek olaját és a jó illatú füstölőszert, a szentséghez, mindent úgy csináljanak, amit megparancsoltam. Stimmt, ez volt az előző, amit ki volt nagyjából hagyva. És a szombatot tartsátok meg, jáda, unjuk már. Mikor pedig elvégezte a vele való beszédet a Sínai hegyen, átadta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. Zseniális, tehát két kőtábláról van szó. Mi volt ráírva? Nem tudjuk meg. Mikor látta a nép, rendes könyvvel azt mondja, eközben, vagy közjáték. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállni, mihez képest késik? Egybe gyűlt a nép Áron előtt, és mondták, hogy kelj fel és csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mint lőn dolga a férfi, a Mózesnek, annak a fickónak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéből kihozott, mire Áron. Szedjétek le az aranyfülbevalóitokat, a
feleségeitekről, hőitokról, lányaitokról. Hát én azt hittem, hogy akinek fülbevalója van, legalábbis ha a férfi, akkor az rabszolga, de lehet, hogy csak a felnőttekre érvényes. Vagy lehet, hogy ilyen klipses fülbevaló, amit csak így fölkapcsolsz, de az nem kell átfúrni. Valaki kérdezze meg egy régészt. És elvette a kezéből, és átalakította a vésővé. Hát, ha te aranyból csinálsz vésőt, hát jó, ennyi eszed volt. És csinált azoknak öntött borjút. És azok szóltak, és azt mondta nekik, hogy ez a te istenei, Izrael, jó, egy istennel, mindegy, értjük, miről van szó. Mikor látta ezt Áron, oltárt épített, és kiáltott Áron, holnap az Úr ünnepe lesz, felkelvén, másnap, jó, kora reggel, áldoztak égő áldozattal és hála áldozattal, amiknek a szabályát nem tudom, lehozta már Mózes, szerintem még nem hozta le, de... Nem, ha jól látom, akkor nem. Azokat a törvényeket még nem hozta le Mózes. Újabb szerkesztésében új ismételten látszik, hogy ez úgy kitaláció, ahogy van. Szólt az Úr Mózesnek, eredj alá, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az Úr Egyiptom földjéről. Egyébként megjegyzendő, hogy még mindig Egyiptom földjén vannak a héberek. Mert a készítő egy olyan korban csinálta, írta a szöveget, ezt a mesét, amiben az már nem Egyiptom felhatósága volt, de amikor helyezte a történetet, akkoriban Egyiptom felhatósága volt. Szóval megszívta. Hamar letértek az útról, borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik, annak áldoznak. Ajaj. Mondta ismét az Úr Mózesnek, látom ezt a népet, bizony egy kemény nyakú nép, ezért hagyj békét nekem, hadd gerjedjem haragra ellenük és töröljem el őket. Téged meg nagy népét teszlek. De Mózes könyörgött az Úrnak, hogy most ezt komolyan így mindenki fogja látni, hogy így hirtelen megdöglik mindenki, ki hoztál Egyiptomból. Hát ez nem lesz jó a PR, ez nem jó marketing. Szóval meg különben is megígérted, hogy Ábrahám, meg Izsák, meg mit tudom én. Erre az Úr abba hagyta azt a veszedelmet, amit el akart, éppen elindított volna. Megfordult és elindult hát Mózes a hegyről, kezében a bizonyság két táblája, mindkét oldalon teleírva a táblák. Oké. Általában ezt nem szoktuk látni, hogy mind a két oldalra föl lenne írva, 5-5 parancsolat szokott fölírva lenni a táblákra, nem pedig két és fél, két és fél, két és fél, két és fél. De nekem jó. És mikor közeledett a táborhoz, látta a borjút és táncolást, és felgerjedett Mózesben a harag, és elvette kezéből a táblákat, és összetörtek azok a földön a hegy alatt. Mitől lett mérges Mózes? Mózes tudta, mi vár rá lent. Akkor ő mentette ki az egész bagást Isten kezéből. És mikor közeledett a táborhoz, látta a borjút és a táncolást, és mérges lett, és összetört a táblákat, azután fogta a borjút, amelyet csináltak, és 10-ben megégette aranyat. Igen, nehéz megégetni, de mindegy. És apróra törte, még nem porrá lett. Miután visszaszilárdult? Vagy mi értelme volt a megégetésnek? És apróra törte, még porrá lett. Jó, ügyes. Az aranyat nehéz borítani, de mindegy. És hát mondjuk annyira nem, de hogyha így törp, kalapáccsal próbálod törni, az nem nagyon fog menni. Inkább valami malomkő kell neked, hogy leaprítsd. Mindegy. És
megitatta azt Izrael fiaival. És mondta Mózes Áronnak, mit tettnéked a nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted, mire Áron, hát féltem, hogy agyonvernek, gyakorlatilag az a válasz, ez ugye mindig jó kifogás. Én meg akkor csináltam, amit akartak, és láttam Mózes, hogy a nép megvadult, mert Áron megvadította őket, és tehát az egész Áron hibája, most jól nyakába varjuk Áronnak, vagy legalábbis a szerző nyakába varja Áronnak, mert nyilván a kétféle változatot, hogy egymásból hullózzák, egy idő után kínos, hogy Mózes úgy tud beszélni, meg különben is neki kéne megadni a elsőséget, de hogyha ott van Áron, akkor csak bekavar a képbe, ki kell írni Áront a történetből. Megállt Mózes a tábor kapujában, és mondta, ki az úri, ide hozzám, és oda gyűltek hozzá a fiai, és mondta nekik, ezt mondja az Úr Izrael is, ne kössön mindegyiket egy kardot az oldalára, menjetek át vissza a táborba, egyik kaptól a másikig, és kikívülje meg az ő atyafiát, barátját, rokonságát. A lévi fiai pedig mentek, és úgy csináltak, megöltek 3000 férfit. Ennyit a nevőiről gondolom. És mondta Mózes, ma szenteljétek kezéteket az Úrnak, ki az ő a fiai és atya fiai ellen, hogy áldassa, stb. Hogy meglegyetek áldva az Úr által, és másnap mondta Mózes az Úr a népnek, nagy bűnt követtetek el, felmegyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek. Ezt a hazug, szemforgató, csalód, szélhámos paszt. Már megvan alkudva, hogy béké lesz hagyva nép. Akkor ez most semmi más, csak hatalmi játszva. Nép lebutítása. Mózes felment az Úrhoz, könyörgetni, hogy bocsássa meg a bűnüket, ne ölje meg se őt, se őket. Mire mondta az Úr Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Most azért aregy, vezesd a népet, ahová mondottam néked. Íme az angyalom megy előtted, és az én látogatásom napján az ő bűnöket meglátogatom. És megverte az Úr a népet, ezért is, amit cselekedtek a borjóval, amit Áronnal készítettek, stb. A lényeg igazából az, hogy mindenki meg fog halni, aki ott volt, imádta ezt a borjút, meg ezt az egész kalamajkában, aki részt vett, és az majd nem mehet be a Kánaán földjére, viszont továbbra is felhívnám a figyelmet rá, hogy fogalmunk sincs, mi volt a kőtáblákon. A kőtáblák nem lettek számon kérve, és most ott állunk kőtábla nélkül. És szólt azután az Úr Mózesnek, eredj, menj fel innen, mert a nép, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről, megesküdött, stb. Bocsátok előtted angyalt, és kiűzöm ezeket azokat, és teljel a Mojzzel folyó ország. És amikor... De én nem megyek fel köztetek, mert te kemények unép vagy, hogy meg nem észlelek az úton. De Isten olyan mérges, hogy nem mutathatja az utat a népnek. És képtelen kontrollálni magát. Tehát erősen dükkezelési terápiára szorulna Mr. Isten. A népek persze ezen nagyon szégyelte magát, meg szomorú volt, és senki se tette föl, még az égszereit sem. Ennyire szomorúak voltak ám. És Mózes pedig vette a sátorát, és felvont a táboron kívül, ezzel is emlékeztetve őket, hogy nyé, és
lőn, mikor Mózes kiment a sátorhoz, az egész nép felkelt, és kiki mindenki az ő sátorának altjában állt, és nézték Mózes, és lőn, mikor Mózes bement a sátorba, felhő oszlop szállt alá, és megállt a sátor altjában, és beszélt Mózessel, és látta az egész nép, hogy a felhő oszlop a sátornak ajtajában áll, és felkelt az egész nép, és mindenki meghajolt az ő sátorának ajtajában. Azok a rettenetes emlékek, mint amikor önvédelmi edzésre járt, vagy a harcművészi edzésre. Most komolyan, ki fasz akar meghajolni valami kép előtt? Most valami szektába járok, vagy küzdeni tanulok? Idióták. Az úr pedig beszélt Mózesre színről színre, amint szokott emberi szólni a barátjával. Hát, Isten úgy néz ki, mint egy embertelen. És semmiféle telepatikus izéje nincs, ott áll Mózes előtt, és beszélgetnek. És Mózes a táborba visszament, és az ő szolgája, az ifjú Józsué, Nunnak fia, nem távozott el a sátorból. Ki a fene az a Nun? Mindegy, idővel egyébként vissza lehet kötni Józsefet, a Józsuét, bocs, Józsefet, Józsuét a nemzetség fára. Ha akarja valaki, akkor valahol adtam minket hozzá. És mondta Mózes az úrnak, lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, nem mutattad ezt meg nékem, kit küldesz meg velem, pedig azt mondtad, ezt mondtad, azt mondtad, most azért kedvet találtam a szemed előtt, mutasd meg nékem a te utat, hogy megismerjelek hogy téged, hogy kedvet találhassak előtted, és stb. Stb. És mondta az én orcám, az én orcám menjen veletek, hogy megjuttassalak, mire Mózes, ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted, nem arról, hogyha velünk jársz. Ezt azért úgy tudod, akkor ha nekik járt egy Isten, megjelenjen nekik személyesen, nekünk miért nem? Innentől kezdve nekünk nem lehet felróni, hogy problémázunk. Isten beleegyezett, és Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőséged, és mondta az úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiálltam előtted az úr nevét, és könyörülök, aki én könyörülök, megkegyelmezek, akinek megkegyelmezek, orcámat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember, aki él. És mondta az úr, íme van helyén nálam, állj egy kősziklára, és mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak téged, amíg átvonulok. Azután a kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod. Tehát hátulról fogja látni Istent Mózes, ha úgy akarjuk venni, mint Leo Taxin, akkor meg Isten fenekét fogja látni az arca helyett. Ami szerintem jó ötlet, és igazából nem extrém ige magyarázat. Csak persze elég fölösleges azon kívül, hogy jó beleugratni a keresztényeket, vagy a... Szóval, hogy jó a keresztényeket. Ők abban benne az iszlám is, vagy mindenki más.